egészségünk. Olyan kicsit merészebb legyek, én úgy gondolom, hogy azért kellett a pálinka hozzá, azért nem vagyok egy nagy szakács. Tomi, van jogosítványod? Még van. Most már egy pálinka után nem lenne, de van. Na most ezt milyen sebességgel fogjuk ezt az étel sort elkészíteni? Mi a véleményed? Hát nem tudom. Norbi, most ne segíts neki, de hát ezt, hogy turbósebességgel, akkor ugye egy fél óra alatt, nem gondolom, kicsit hogy nem gondolom, hogy megturbózunk nagyon. Nem turbózunk. Fedve. Én úgy gondolom, hogy lassan. Lassan te biztosan is, akkor nagyon finom lesz. Jó. Akkor Norbi, mivel kezdjük? Mit állítottál össze? Az előételhez el fogjuk készíteni a paradicsommártást, ami egy nagyon finom bárányúsos ravioli lesz, úgyhogy szerintem kezdjük is el. Vágjunk apróra hagymát, fokhagymát, kis olívon lepirítjuk, paprika nem, paradicsom, friss bazsalikom, úgyhogy csupa finomság. Nagyon sokat szoktam, most nem ilyen kajákat szoktam csinálni természetesen, de hogyha jönnek barátaim, akkor szoktunk sütögetni akármit, úgyhogy azért megmerek mindent csinálni. Mit szoktál elkészíteni, hogy milyen ételeket? Hát én igazából ilyen lájtosabb kajákat szoktam. Nem az acskós leves, remélem. Nem az acskós leves, természetesen. Mozzarellás tésztát szoktunk sütni, meg igazából mindent megpróbálok. Hát húsleves a kedvenc. Igen, és azt el is tudod készíteni? Hát igen, próbálkoztam már bele. Jó, hát akkor kezdjünk hozzá, milyen akkor feladatot kaptunk. Akkor apróra hagymát. Apróra? Aha. Oké. Szerintem így kézbe kezded elvágni. Igen, és akkor hosszal, majd kis kockákra. Kis apró kockára. Kis apró kockákra, igen. Ezt mindenkivel begyakoroltatjuk, ezt a hagymavágást. Hát eddig mindenki ezt gyakorolta. Nem mindig ezzel kezdjük. Úgy látom, hogy egy verseny. Ez az alapja mindennek. Én nem vagyok olyan gyors azért. Látjuk. Na. De jó lesz. Jó, már. Akkor így van esélyem legalább. Be tudok gyorsulni is egyébként, de... Hát inkább egy jó étterem, én úgy gondolom, hogy azért ilyen kajákat azért otthon nem szoktam csinálni, de étteremben elég gyakran szoktam enni. Tomi, és hogyan kezdtél el versenyezni? Beszélj egy kicsit erről. Hú, hát ez más, nem most volt. Igazából már még pici koromban a bátyám versenyzett először a családba, és így mérgeztem meg magam én is, mert a szüleim autószerelők voltak, úgyhogy ott nőttem fel az autók között. És mivel a bátyám versenyzett, jártam versenyekre folyamatosan velük, és én álltam le a trailerről, meg mondom, pici gyerekkorom óta tudtam vezetni. És így megkaptam a jogosítványom, és egy kéthetes volt a jogsim. Akkor egy országos bajnokság szlalom versenyen elindultam, és ott sikerült egy abszolút első helyet elérnem. És hány éves voltál ekkor, mikor kezdődött ez a pályafutásod? 17. Igen. Úgyhogy onnan kezdődött, és akkor onnan fejlődtem, egy Lada volt. A bátyámnak is volt egy nekem, és igazán én voltam a gyorsabb, és akkor a bátyám úgy dönt. Hát akkor még persze több ilyen túraversenyen elindultam, és akkor döntött úgy a bátyám, hogy bejön mellém navigálni, és akkor együtt kezdtük ezt a rally 2-es szezonunkat. Ebben az évben szeretném a magyar bajnoki futamokat végigcsinálni. Hát attól függ, hogy lesz. Nagyon nehéz helyzetben van az egész ország. Én úgy gondolom, hogy minden futam még kétséges, de bízom benne, hogy valamikor ez rendben lesz. Milyen sportágokat kedvelsz még? Hát snowboard. Én igazából sportoltam én már elég sok mindent, de többnyire snowboard, nyáron vitorlázni szoktunk menni, egyik barátomnak van Horvátországban egy vitorlásra, aztán elég sokat szoktunk kérni. Szükséges-e ez a sporthoz, hogy fit legyél, és hogy testileg, lelkileg, szellemileg, tehát hogy mennyire kell felkészülni egy ilyen versenyre? Persze szükséges lenne, de annyira nem sportolok, bevallom őszintén, de persze. Igazából, hogyha tudom, hogy minden kerek és megvan minden háttér, akkor az ember szívesen dolgozik előtte, de az a baj, hogy annyira nehezen működnek ezek a dolgok, hogy mire összeállítjuk ezt az egész bajnoki évet, hogy minden versenyben minden háttér meglegyen, az nem egyszerű, és az embernek örül, hogy itt a verseny is indulni kell, mert nincs időre, nincs alkalom. Nagyon-nagyon nehéz ez az egész versenyzést, amiért élek, halok.
ezt összeállítani, hogy a bajnokságot, egy komplett bajnokságot meg tudjak csinálni egy évben. De dolgozunk rajta, aztán hát, ha összejön még mindig. Hát most ezt lehet, hogy Norbi nyerte meg ezt hát a hagymaltítást. Hát ezt Norbi nyerte, mert velem beszélgették. Igaz, meg amúgy is. Meg amúgy is. Norbi nyerte volna. Ezt még mind, ugye Norbi? Azt még mind. Okay. Hagyma után megyünk egy kört a kocsikkal. És te hogy én csinálod, szépen. Hogy itt a végét, hogy egybe maradjon, nem teljesen? Igen, így van. Nyomod le. És utána fordítok egyen? Az előbb már amúgy néztem. Oh. Így? Ó, és én fogok sírni, hát komolyan, eddig nem volt erre példa, de... Mert így nem esik úgy szét, ugye? Így van, így van, így van. Nagyon ügyes vagyok. Azon kívül még nem jó fogad az alapanyagot, de... Nem jó, mert mondjad? Hogy kell mutass. Mert így fogod, ahogy látom. Igen. És így könnyen bele tudsz vágni a nagy ujjadba is, meg ebbe is. Nagyon viszont, mintha körömmel fognád. Jó, akkor már neked van neveztem. Nekem sincsen, persze. De ilyen új hegyen, mint értem, a körömmel. Értem. És akkor itt ennek az első percnek itt neki tudod vezetni a kést. Aha. Nem tud, és ezzel nem mozog az alapanyag, és mindig ezzel csak vágsz, és ezt az ujjadat húzod. És a kést mindig utána húzod, értem. Szépen neki vezeted. Mert és amennyit húzol ezzel a kezeddel, akkor a lesz a vastagság. Értem. De most úgy csinálom. Utána már. Meg így össze de tudod fogni, hogy ne csúszol már én is. Melyik futamra vagy a legbüszkébb? Melyik érmedre? Hát egy futamra, nem tudom, hát az egri futamokra azért mindig büszke vagyok, mert itt a sok szurkolóim is itt a hazai közönség előtt az jó érzést nyerni. De hát igazából hát most meg a hagymától sírok, hát igen. Nem baj. Igen? Ilyen a konyha. No, tehát az egri. Az egri versenyem. Hát 2004-ben voltam abszolút magyar bajnok. Nagyon sok műszaki probléma ez a sport igazából. Erről szól nem mindig a vezető hibázik, meg ez akármikor megállhat az autó apró pici problémák miatt. Úgyhogy Ezt önthetem bele? Belezhethetem? Közben átadom mehet. Neked a fakanalat. Várjál. Mindjárt, nagyon. Igazán, amire a legbüszkébb vagyok, itt ha az autóversenyzésről beszélünk, az a 2004-es abszolút bajnokság. Voltam olyan a versenyzés során, amikor nem úgy mentek a dolgok, és ez téged nagyon bántott. Volt-e ilyen? Hát hogy nem lett volna, nagyon sok ilyen volt. Minden, igazából azt tudnám mondani, hogy minden évben vannak ilyenek, mert annyira, amit mondtam, még mikor a VLC-s korszak volt, akkor nem háromszor ennyi pénzt kellett összeszedni, mint ott. De most már sajnos ezt sem tudjuk összeszedni. Ezt sem tudjuk összeszedni, mert annyira ez a válság, ez szerintem mindenhol érezhető, pláne itt a ralliban, úgyhogy nem egyszerű a helyzet, de minden évben vannak problémák. Hát például technikai problémák, vagy csapatban valamilyen ellentétek, viták. Hát ilyen ellentétek azért nincsenek. Persze mindenhol vannak, mert ez nem igaz, hogy nincsenek. De hát ezeket mind meg lehet oldani, ki lehet küszöbölni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy inkább anyagi problémák voltak minden évben. Lágom, de nem tudtam, hogy így kell kavarni. Nem kell? Nem hagysz időt pirulni a hagymának. De én érdem a hagymát, az kapta lefele, jön azért. De, hogy így. Nem? Lehet, hogy egy kicsit. Lejjebb eszik. Úgy már jó, mert tényleg kapta lefele azért. Te na, kettő, azt hittem, hogy megég. Ez a termék csinálunk. Hú, nagyon jó illata van. Kitalálom, mi ez a bazsalikó. Nagyon jó illata van. Segítség. Segítség helyett. Még milyen feladatot adjunk Tominak? Rakjam bele a bazsalikomot. Lenne igen a hagyma. Nem ég rá a hagyma, most már jól tűzünk. Tomi, te figyelsz arra, hogy mit eszel? Hogyan táplálkozol? Próbálsz egészséges ételeket enni? Próbálhatok persze, de nem mindig masszalonát is nagyon szeretem. De nem vagy elhízve, nem vagyok így van. Inkább alkat kérdés, ilyen. De azért most egy picit lefogytam, de tényleg
szerintem egy max 4 kilót tudtam fogyni, úgyhogy sokkal több nem volt napom. Igazán még arra VRC-s korszak volt, akkor mindig valami mérnök jött Angliából, mert ezek már komoly autók voltak, és ezt mérnök nélkül nem engedték, úgyhogy a mérnök mindent tudott rólam, hogy mikor milyen gázt adtam, mikor mit csináltam, úgyhogy nem lehet kitalálni, hogy itt baj volt az autóval, nem megmerő, aztán az utolsó azt látta, hogy mikor léptem a fékre, a kuplungra, mikor mennyit fordítottam a kormányon, a gázon, hány százalékon mentem, mindent tudom. És ezt utána kijellemezték? Mindig így van. De nem csak utána, hanem ezt verseny közben is, Service Parkban kijellemeztük, mert ők ezt egyből kivették, gépbe bedugta a kártyát, és abban a pillanatban tudta mindent, hogy én mit csináltam. Még tudok jó eredményeket elérni, addig dolgozom rajta, meg hajtunk érte, de hogyha már nem, akkor már nincs értelme. Már nem vagyok fiatal, úgyhogy a fiataloké a jövő szerintem. Hogyan lehet valakiből rali bajnok? Sok munka, kitartás, ügyesség, mik azok a alapdolgok, amik meg nagyon kell, nagyon hogy nehéz, legyen? Sajnos, igen, még abban a világban, amikor mi kezdtük, persze mi ladás korszakkal, akkor még a csúcstechnikák voltak többnyire, még akkor a Ferjánc Attiláéknak voltak attól komolyabb technikájuk, de a mai világban már nagyon-nagyon nehéz, én úgy gondolom. De nagyon sok tehetséges fiatal van amúgy, akik persze hát be kell érniük, csak hát pénz kérdése. Ételhez választunk borokat, vagy borokhoz választunk ételeket? Melyik a hivatalos verzió? Hát általában úgy szokott lenni, hogy megvan az ételsor, és akkor az ételsor összeállításához könnyebben lehet ajánlani borokat. Itt is ugye hasonlóan történt a dolog, ugye van egy ételsor, és ehhez próbáltunk más te is ehhez a jeles eseményhez, ugye ez a főzősóhoz, ehhez a menősorhoz ugye borokat ajánlani. Mi volt a vezérvonala, ami alapján választotta a borokat? Hát természetesen az, hogy ugye egri borvidékről van szó. Az egri borvidéken nagyon sokrétű, nagyon sokszínű borvidék, így próbáltunk olyan borokat választani, hogy ezt a sokszínűséget és ezt az összetettséget, hogyha valaki végigkóstolja az ételeket és a borokat is megkóstolja, akkor hülyen tükrözze az egries jelleget, illetve az egri borvidéknek a szépségét és az egri borvidéknek a sokszínűségét. Akkor például az előételhez akkor milyen bort ajánlasz? Hát az előételhez egy olasz rizlinget ajánlottunk. Az olasz rizling egy nagyon ismert fajta, úgyhogy nagyon nem kell bemutatni. Magyarországon, illetve az egri borvidéken is a legnagyobb mennyiségbe termelt fajtáról van szó, és az olasz rizling egy olyan jellegű bor, ami egy előételhez, tehát nyilván lehet gyümölcsös, lehet egy nagyon szép savakkal bíró bor, ezért természetesen az előételekhez, vagy köszöntőborként, vagy kezdésnek nagyon jó alkalmazható, nagyon jól ajánlható. Ezért esett választás erre a alapfajtára, mondhatni az egy tradicionális egri fajtára ma is, tehát egy olasz rizlinggel fogjuk kezdeni majd a borsort. És utána mivel nehezítjük, hogyha hát utána egy kicsit testesebb karakteres borok következnek? Igen, jönnek majd ugye, lesznek ugye főételek, ugye sültek, hogy ott tudom, ugye lesz bárány is, ugye libacon vagy kacsa, lesz a, jól emlékszem, liba. Tehát ezekhez nyilván vörös borokat fogunk ajánlani, és természetesen ugye a sültekhez fajsűrös vörös borokat. Két vörösbor is lesz ajánlva más a folyamán. Van egy populáris fajta, amit nagyon sokan ismernek, ugye a Merlot, ami nagyon népszerű és nagyon-nagyon ismert francia fajta. Úgyhogy a bárányhoz egy Merlot fogunk ajánlani. A második ételünkhöz, a libasülthöz, ahhoz pedig egy speciálisabb bort ajánlunk, egy paktag nevezetű bort, egy dűlőszelekciót, egy paptag vörös küvét, ami tulajdonképpen Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon és Merlot házasításából készült.
műsor támogatója a Uranix műszaki áruházlánc EGRI üzlete. A műsor támogatója a Matosz Vad ZRT. A műsorvezető ruháit a Gonzo Store ruházati üzlet biztosítja.